Úgy kapott védettségi igazolványt egy diák, hogy be sem oltották. Az egészségügyi nyilvántartási rendszerben viszont az szerepel, hogy a 13 éves tanuló Zalaegerszegen megkapta a vakcinát. Szülei azt mondják, ott 15 éve nem is járt a család. Nem törődtek bele a szülők abba, hogy gyermeküket oltottnak nyilvánítsák, úgyhogy sem oltást nem kapott, sem pedig azt nem is kérték. Ezért most az egészségügyi nyilvántartásba is regisztráltak, megdöbbentő, amit találtak. Az anya kérte, nem utassuk arcát, mert félti munkahelyét. Ha megtaláltam a 8.-25. dátumú oltási lapot, amin az szerepel, hogy a kisfiamat Zalaegerszegen, egy zalaegerszegi kórházban, egy zalaegerszegi nőgyógyász oltotta be. És ez azért aggályos, mert egyelőre mi úgy döntöttünk, hogy nem kérjük neki az oltást, nem is kapta meg az oltást. Az anya szerint lassan 15 éve nem jártak Zalaegerszegen. Szerinte ez a mostani tortúra azért is aggályos, mert ha mégis meggondolnák magukat, már nem kaphat oltást a gyerek. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint ez csak egy adminisztrációs hiba, ki kell javítani. Jelen esetben nincs másról szó, mint egyszerű adminisztrációs tévedésről. Ennek a korrigálására nyilvánvalóan megvan a lehetőség. A személyes adattal nem valószínű, hogy itt bárki is visszaért volna, hiszen a regisztráció során nyilvánvaló tévedésből az oltottak közé lett sorolva a gyermek, ennek a korrekciója szükséges. A TASZ jogászai azonban nem állnak meg itt. Szerintük rengeteg hasonló eset történt, amelyet tisztázni kellene. Pontosan azért, mert nem tisztázódott a kérdés, ezért fordultunk az adatvédelmi biztoshoz is, az adatvédelmi hatósághoz. Ennek a hatóságnak a vizsgálata egyelőre folyamatban van, és bízunk benne, hogy ki fogja deríteni, hogy történhet egy ilyen tévedés. A térség ellenzéki országgyűlési képviselője szerint sok hasonló eset történik az országban, amit a kormánynak meg kellene oldania. Kérdéssel fogok fordulni a minisztériumhoz, hogy mennyi ilyen eset van, és feltárták-e már a hibákat, és azokat kijavították-e. Megkeresésünkre az Országos Kórházi Főigazgatósága következő választ küldte, annak ellenére, hogy a diákot nem oltották be, és nem találkozott orvossal. Adminisztratív hiba esetén a szülők kérhetik az oltóorvostól a hiba javítását, a helytelenül felvitt oltási lap törlését, vagy élezhetik az EST felé is a problémát, aki kivizsgálja a bejelentést.